Na sziasztok srácok, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő videósorozattal, ami nem lesz más, mint Farming Simulator 19. Olyan sokan kértétek, hogy engedtem a nyomásnak, és gondolom a címből kiderült számotokra, hogy ez nem más, mint modulatlan Farming Simulator 19, de miért? Kérdezhetitek, hát miért modulatlan? Azért, mert a Farming Simulator 17-hez képest a 19-es elég sok játéktechnikai újdonsággal kecsegtet, és úgy gondoltam, hogy ezt meg kellene ismernem, és meg kellene ismertetnem veletek. Gyakorlatilag csinálnánk egy olyan modulatlan sorozatot, amiben teljesen kiismernénk az egész játékot. Mondjuk úgy, hogy az alapmapot így idézőjelesen kitolnánk. Eközben ugye levonnánk a következtetéseket, hogy mennyiben jobb a Farming Simulator 19, milyen olyan újdonságok kerültek bele, amiket szeretünk, milyen újdonságok kerültek bele, amiket nem szeretünk, és milyen olyan maradvány dolgok lettek még mindig benn, hogy valamiket utáltunk a 17-be is, és mi arra 19-be is utálni fogunk. Úgyhogy egy ilyen sorozatra gondoltam, és tényleg egy modern gazdaságot próbálunk létrehozni, és megnézzük, hogy milyen is ez a Farming Simulator 19, mert igazából nem érdemes addig elkezdenünk egy modolt sorozatot, amíg nem is ismerem azokat a dolgokat, amiket kellene. Na, vágjunk bele a lecsóba. Egyébként itt kapásból egy nagyon nagy újdonság van, amint ugye betöltünk egy játékállást. Itt már itt elolvasgattam ezeket a dolgokat, hogy három darab opció közül választhatunk. És itt már nem csak azon áll vagy bukik a dolog, hogy melyik opciót választjuk, hogy mennyi pénzünk lesz kezdésnek, hanem például, hogyha új gazdaként indulunk, akkor van már az elején némi felszerelésünk, és meg vannak véve az épületek, amiket mi használni fogunk. Viszont, hogyha gazdaságvezetőként akarjuk kezdeni, azt választjuk, akkor igaz, hogy van pénzünk, viszont nincsen. Mindenféle épület és felszerelés nélkül kezdjük a munkát. Hogyha a harmadikat választjuk, akkor gyakorlatilag annyi, hogy ott is mindenféle felszerelést nélkül kezdjük, csak annyi, hogy még ráadásul alacsonyak az árak, és ugye nehezebb a játék mellett. Na, viszont én úgy gondoltam, hogy jelentős forrásokkal induljunk, de ne legyen egy darab földterületünk, és ne legyen egy darab gépünk se. Nekünk kelljen mindent megvenni, gyakorlatilag úgy, mintha most érkeznénk az idézőjeles városba. Nyomunk egy folytatást, Ravenporton fogunk játszani mindenképp. Megnézzük itt a beállításokat, itt már egy kicsit kütyültem vele. Ugye karakterek közül 4 fajta van, plusz 4 fajta van nőbe. Ugye van egy kaukázusi típusú, gyakorlatilag van egy ázsiai típusú, van egy ilyen afro, és van egy talán spanyol, vagy indiai, arról sem tudja milyen. Ugye a ing színét tudjuk választani a libafos zöldtől kezdve a rózsaszínig, hogyha nekünk azt tetszik. Ugye a sapkát tudunk választani, különböző gyártók logóival megfejelve. Tudunk felvenni egy ilyen strici mellényt, ha akarunk. Meg fel tudunk menni egy napszemüveget. Igazából nem egy túl nagy, nem túl sok minden közül választhatunk, de több mint a semmi, mondjuk úgy. De egyébként rakhattak volna több dolgot, és nem megint a klónok támadásával kellene szembesülni, amikor egy multiplayer szerverre megyünk fel. Jó, hogy van 4 darab rossz, de szerintem ez is kevés. És nem egy olyan nagyon nehéz lett volna megcsinálni, ugye még párat gondolom, hogyha megvan nekik az editor hozzá. Na, srácok, akkor ez a szituáció, hogy közben ugye mindennel ismerkedni fogunk, a grafitákától elkezdve mindennel, mivel ugye most már tényleg egy normális, mint egy normális sorozattal, és egy teszt sorozattal fogunk ebből a mondatból nem fog kijönni rendesen. Na, elég pénzed van, hogy beindítsd álmaid mezőgazdaság vállalkozását. Mi legyen a specialitásod? Földművelés, állattenyésztés, erdészet, vagy egy kicsi mindegyik? Vagy egy kicsit mindegyik? Te döntheted el. Először is vegyél némi földet, épületeket és a szükséges eszközöket. Aztán add el a termékeidet és növeld a gazdaságot. Na hát, srácok, itt azért vannak problémák. Ez mi? Van egy kerti buding? Az nagyon tuti. Nézzünk már körül. Itt vannak épületek, srácok. Hát mi ez?
Mi ez a putri, gyerekek? Mi ez a putri? Az micsoda? Oh, szuper. Ó, oh, milyen jó kis tereptárgyak vannak a mapon egyébként. Nagyon szuper. Van egy kút. Bele tudunk ugrani, hogyha nem megy, ugye? Nem megy a gazdaság, akkor beleugorhatunk. Külső nézetbe váltás ugye nincs valószínűleg. Ja, egyébként... Ja. Nekem egyébként egy kicsit túlélénk a grafika, még mindig azt mondom. Lehetne egy picit... Mondjuk úgy, hogy haloványabb, vagy egy kicsit dárkosabb beütésű, de lehet, hogy az ugye sok emberek nem tetszene. Ez micsoda? Ez egy ilyen szélforgó? Ja, jól van. Hát le, most latyogunk. Úgy láttam egyébként a vegetáció kicsit dúsabb. Hát még mindig a izé a... Hát a textúrálása az még mindig a békasegge alatt van. Jó, nem arról fog szólni a videó, hogy fikázzuk a farming szimulátort, hanem arról, hogy használjuk és megismerjük. Nos. Azt mondja, hogy... Mire van szükségünk? 1.200.000... Várjátok, időt állítsuk már meg. Igen, a hát az némileg változott. Kicsit ilyen, nem is tudom, mint amikor megjött ugye a Windowsbe ez az R felület. Kicsit olyan beütésű, nézzük meg, milyen opciók vannak, miket tudunk. Jaj, most beugrottam a vonatba, amit nem akartam. Szálljunk ki a vonatból. És nem ugyanott érnem el a dolgokat, hát I-betűnél nincs semmi. Ezt kell érre, mert eszképpel érek el mindent. Jól van. Hogy tudok megvenni egy bizonyos földet? Sőt, hogy tudok bármit venni? Na nézzük. Itt vannak ugye itt van map, azt ugye hogy rájöttem, ez mi az földek? Be tudom kapcsolni, meg ki tudom kapcsolni, jó. Térkép pasztázás, a térkép nagyítása. Itt ugye tudok választani terménytípusok, növekedés, talajösszetétel. Azt hiszem, hogy változott, például szántani is mindig kell, talán azt nem tudom teljesen kikapcsolni. Itt vannak ugye az árak, meg éppen, hogy nekem mennyi van valamiből is. Jó. Silóban semmi nincs, ugye? Milyen termények vannak? Van-e valami újdonság? Az is érdekelne. Ez ugye talán búza, ez árpa, érdekes mások az ikonok, ez nem tudom miért. Kicsit ilyen minimál design lett, ott gyapot is van ugye. Napraforgó, vab, ez mi a túró gyerekek? Ez mi akar lenni? Van krumpli, répa, hát igen, az ikonok azok nagyon érdekesek lettek, és díjaztam volna, hogyha így a fölé viszed, akkor így kimutatja, hogy micsoda. Érted? Mivel gondolom, hogy a listáló... veszi, akkor gondolom ez trágya akar lenni. Van cukornád kapásból ugye, van ez micsoda tejecske lehet, ez talán gyapot, ez gondolom, mivel a fűrészmalom veszi, akkor ez ugye a falapríték, van tojás, ez gondolom bunkersiló akar lenni. Gyerekek, igen, egy kicsit mások. Kicsit mások, ez meg ugye... ez lesz a trágyánk? Kicsit mások az ikonok. Jó lenne, hogyha fölé viszed, akkor így mutatná, hogy mi az. Tudjátok, van az a ilyen túltippa, hogy így felugrasz. Na, vagy felugrik. Jó, itt vannak a járművek, ami nincs semmi. Pénzügyek. Jó. Még fel is tudok venni azt hiszem, hogy hitelt. Egy kapásból fel is van véve. Nincs ólam, nincs állatom. Ez micsoda megbizszállítás? Szállíts tárgyakat Visztorony és Gát között. És akkor kapok érte. Szerződések. Van ilyen? Trágyázás. Ez nem, eddig nem volt ilyen szállításos megbízás, ugye? De várjál, és akkor ezt... Aha, elvet is. Igen. Jó, talán nem buktunk rajta. Ugye ez valószínűleg kellett volna hozzá valami csoda. Jó, menjünk tovább. Statisztikák, nem érdekel minket. Beállítások, időbeosztás. Közlekedés legyen, koszolódás legyen gyorsan. Szeretném, hogyha megnéznénk. Automatikus motorindítás lesz. Fékezés araszoló funkció legyen. Oké. Vásárlás, magutántő. Jó van. Jó, ezek szerintem növényfejlődés gyors legyen, növények elszáradása ne legyen,
Nem szeretem. Ez mi ez, hogy termény? Letaposság a terményt. Aha, ja, termény letaposás mód már gyárilag benne van. Örülünk neki. Kötelező az időszakos szántás. Legyen. Legyen, gyerekek? Legyen, egyefene. Mi szükséges? Hát ezt ki lehet kapcsolni, ezt a messzezést úgy látom. A gyomok. Nőjön-e a gyomok szántó? Legyen. Automata mentés. Nagyon jó. Grafikai beállítások. Vagy micsodák, ugye? Szuper, vagyis beállítások. Oké. Na, még mindig nem jutottunk el addig, hogy hol tudunk venni dolgokat. Mert ez... Gondolom még mindig a P-nél. Jaj, de jó, nagyon jó. Ez micsoda? Márkák, járművek, szerszámok, tárgyak, elhelyezhető tárgyak. Ez nagyon szuper. Oké, van farmház. Ez mennyibe kerül egy ilyen farmház? Vagy ezek csak kategóriák? Aha. 350 ezerbe kerül, és mire jó ez? Decoration. Dekorációk is vannak. Van még homokvári srácok. Sílók. Hát, ó, a sílót is neked kell megvenni. Nagyon jó. Ez viszont tetszik, hogy oda rakod le az ilyen áttartás dolgokat, meg mindent, ahova akarod. Na, várjatok egy pillanatra. Nézzük meg, hogy hol vagyunk. És ugye most elkeveredtem. Várjatok, ide nem tudok visszaugratni. Ugorjunk ide. Jó. Hoppá, vannak ilyenek? Eladása. Ez nagyon tetszik. Ez jó az a design. Hogy itt ilyen raklapok vannak összeszorva, ez tetszik. Jó, menjünk, próbáljunk meg hazamenni. Úgymond. Ugye, akkor már ott kell. Igazából akkor ennyi erővel, várjál. A területet hol tudok verni? Terület vételét nem tudom pontosan hol lehet, de elvileg ebben a játékban már úgy lehet megvenni a területeket, hogy nem egy területet veszel, hanem egy ilyen egész csoportot, területcsoportot, amiben a fák és a kaszáló és minden beletartozik, szóval nem csak, gyakorlatilag nem csak magákat, a szántókat, a földeket, azokat a kis kockákat veszed meg, hanem ugye mást is most már. Nem, egész jó. Egész jó. Ilyen nagy látószögre állítottam a kamerát, ilyen GoPro nézetben vagyunk. És azt veszem először egyébként baromi jól fut, mármint szerintem akinek a 17 futott, az itt is nagyon hibátlanul fog futni, neki itt... A terület megvételét, na ez még itt meg kell, rá kell jönnöm, mert úgy látom, itt kipörnek problémái vannak ezzel. Hogyha esetleg átsiklottam felett az előbb a menübe ott volt, akkor elnézést érte. Ugye próbálom kieszközölni, de valószínűleg, hogy itt valahol itt meg is kell venni. Ez micsoda? Mi volt? Szerződések. Statisztika, beállítások. Segítség, nézzük meg akkor. Itt van-e olyan, hogy jószág, erdészet, cukornád, pénzke, árak, bolt, idő, vonat, gyerekek. Azt nézem, hogy terményeladás, kereslet, pénzügyek, szállítás, növekedés. Méztrágyák, gyapott gabonanövények. Hát, területvásárlás. Na nézzük, ez hogy van. Csak saját területedet alakíthatod át, nem vághatsz fát és nem hozhatsz létre új földeket mások területén. Új terület vásárlás, menj az áttekintett térkép menüre és válts a földek képernyőre. Ehe, földek képernyőre. Gondolom, itt tartunk. És akkor itt kellene nekem a földek képernyő. Ah, nagyon szuper. Oké. Okay. Aha. Igen, igen. És akkor itt tudom megvenni a bizonyos területeket. Ez nagyon tetszik. És ó. Ó. Nagyon tetszik, ezt itt érdemes lenne megvenni. Ugye? Kapásból talán? Vagy nézzük még körül egy kicsit. Itt meg már külön vannak. A város környéke például, a strandot és gyerekek megvehetjük, hogyha esetleg nekünk olyan affinitásunk lenne, hogy... Jó, hát kapásból akkor ezt megvesszük.
Igen, és akkor miénk lett ugye 24-es, 25-ös, 26-os föld, és akkor már csak annyi lenne a dolog, hogy járműveket veszünk, de viszont hova fog kerülni a jármű, hogyha megvesszük? Az érdekel. Viszont kellene vennem silót, ugye? Gabona síló. Mennyi tármény fér be? 100 000 liter összesen? Hát az nem tűnik soknak. Nagy síló bővítés. Aha, tudok venni síló bővítést is. Plusz 100 000 szénapadlást tudunk menni. Bunker silók. Jó, igazából azt fogok venni, amire szükségem van. Síló mindenképp kell, gyerekek. És akkor ezt én rakom le, ahova akarom. Az egy kicsit zavaró, hogy látjátok, a térképen már épületek vannak elhelyez. A térkép nem reális, tehát gyakorlatilag már vannak ott épületek, ami nem jó. Oké. Okay. Na nézzük, hát rendezzük be valahogy. Mondjuk ez a síló, hogy kell forgatni? Lehet a QL-vel, Ctrl QL-vel a magasságát is változtatni, aminek sok értelmét nem látom. Hát legyen benne a földbe, vagy ne legyen benne a földbe, ugye? Kamera forgatása jó. Ezért forgatása, maga a síló forgatása. Hát ez hasonló. Hát ugye úgy kellene, hogy azért ki is tudjon menni belőle az anyagot, ne csak belerakni. Nézzük meg, hogy mégis... Hova lehetne? Hova lehetne, hogy ezt megcsinálnunk? Hát igazából ide kellene valahova, ugye? Ugye van egy ilyen maga egy ilyen talajt is tudném, ugye? Kütyülni, de most én azt nem akarom. Jó, hát akkor ez itt lesz, srácok. Mivel rakom le? Hogy ezzel. Aha, nagyon jó. Hát, ez érdekes. Jó, tetszik. Egyébként tetszik, hogy akárhova lehet rakni. Most még a bénázunk itt az elején, de majd azért be fogunk jönni. Jó, lerakható tárgyak közül mit érdemes még? Nekünk ebből nem kell. Állat, ólak. Jó, hát ez se kell nekem. Kutyaház, nem érdekel. Nem tudom, mennyire kell az a farmház az nekünk, vagy mennyire nem. Fészerek, hát a például az se kell. Nincs rá szükségem. Farmházak. Egyéb, mi ez? Van daráló, jármű műhely. Ez lehet, víztorony. Hát ezek, szerintem ezekre egyáltalán nincs szükségem, egyikre se. Sílók között más nincs, ugye csak munkássíló, dekorációk között. Hát az abszolút nem érdekel. Farm, régi pajta. Farmház, hát ezt nem tudom, hogy ez mennyire kell nekem, farm épület. Ez mennyire fontos. Ez mennyire fontos? Hát ezt megvesszük, mert ugye ez valamit lehet kezdeni. Jó, mert vettünk egy ilyen farmházat. Jó, egyelőre akkor ez nekünk ez jó is. És ez szépen ide került. Jó, hát ez jó, gyerekek. Nézzünk. Be lehet menni valahogy? Ó! Nem lehet bemenni? Én úgy gondoltam, hogy be lehet menni. Mi valamit megfogtam. Tárgy felvétele, valami itt van. Ez nagyszerű. Valamit elrontott. Gyerekek, mekkora izé, légkondi. Mekkora beszorulási dolgok vannak itt. Nem lehet itt bemenni valahol? Hogy sikerült el... itt be lehet menni, jól van. Mik vannak? Micsoda érdekes. Lehet izélni. Lehet fogdozni a tárgyakat. Hát nagyon izé, nagyon lightosan. Kicsit ilyen izé, ilyen székelyvegános a berendezés. Jó. Egyébként az egérérzékenység az szörnyű. Úgyhogy azzal kell állítanom. Hát, megmondom őszintén. Ez nagyon frankó. Jó. Van ilyenünk. Van ilyenünk haszna szerintem a nullával egyenlő. De nem, most nem azt mondtam, hogy nem jó, hanem hogy a haszna a nullával egyenlő. Az alvás gondolom azt, hogy éjszaka esetleg lehet aludni. Meg lehet, hogy ugye pihennünk is kell egy idő után. Ezt a roncstelepet nem tudom innen eltüntetni. Elképzelhető egyébként, de maradjon ugye. Ez tényleg ilyen székelyvegános beütésű lett. Oké, akkor ezután én úgy gondolom, hogy járműveket kellene vennünk. Amire szükségünk van, ugye mire van szükségünk mindenképpen.
Mindenképp kell egy kombájn, mindenképp kell egy traktor, és mindenképp kellenek eszközök. Kell traktor. Mi az, egy kis traktor? Van kis traktor, nagy traktor és közepes traktor. Na, ez egy jó dolog. Ez tetszik. Vagy Fiat, 59 ezer. Hát ez tényleg kis traktor. Hány lóerő? 150. 150 lóerős? 150 lóerős gyerekek az a izé. Nem rossz. Nem rossz. Megveszünk a Fiatot. Miért ne? Ó, és, na, ez viszont iszonyatosan tetszik ebbe a játékba, hogy így tudod ezt így mahinálgatni. Míg vannak széles gumik. Ó, hátsó ikerkerekek. De milyen, egy dolgot még örülnék neki, hogy igazából megmondhatná a játék maga, hogy mit ad a játék élményhez, vagyis mit ad igazából ahhoz, hogy most én rakok rá dupla hátsó kereket, hogy ez fog-e nekem jobb lenni. Rakjuk rá izét, széles gumit most annyira nem kell szerintem nekem más. Oké, ez jó lesz így. Más nem tudok módosítani rajta. Viszont rettenetesen jó, hogy most már látod magát a módosításokat is. Vásárlás. Igen, szeretném megvásárolni. Meg arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hova került. Itt van a boltunk. Mentett egyet, nagyon örülök neki. Hol van a boltunk? Hol vagyunk? Itt a bolt. És hogyha most én csinálok egy olyat, hogy ezt vissza szeretném ugratni, akkor ő neki... Ő mi fog történni azzal? Kicsit távolabb állok tőle, mert úgy látom, nem, pont rajta az ikonom. Zoomoljunk. Visszaállítás, igen. Oké. Okay. És ennyi. És úgy érzem, hogy visszaállítással nem érünk el semmit, hanem a bolthoz fog kerülni. Amitől nem vagyok boldog. Mi a 20... Azt a betyár... Úristeneteket? De milyen hátul ül ez a csávó ebbe az ülésbe? Ez fölült a hát... Nézzél meg konkrétan. Mert nagyon-nagyon tetszik a... Maga... Nagyon jól néz ki. Hú, nagyon... Nagy, iszonyatosan jól néz ki. Mik vannak itt? Van üzemanyag jelzőnk és... Konkrétan ki van ürülve a tank? Úgy adták el a járművet? Nagyszerű. Van egy üzemóra, van egy... egy ilyen... Villás kulcsikon, ami gyakorlatilag elhasználódik a jármű, vagy nem tudom mi akar lenni. Töltés megkezdése innen. Hát az is érdekes. Jó, álljunk be szépen. Ah, nagyon, a belső részlet az nagyon bejövős. Na jó, tankoljuk meg a járművet. Hát mindjárt megduplázzuk az értéket. Régen a trabantokra szokták mondani, hogy megduplázod az értékét azzal, hogy megtankolod. Hát kb. Mi is úgy vagyunk vele. Jó, veressük srácok, veressük. Akkor vissza, haza kellene menni úgymond. Meg nem csak úgy mond, hanem valóban haza kellene menni. Itt mindenhol bankautomaták vannak gyerekek. Hát szeretnék, hogy levegyük a pénzünket a kapásba. Jó, hát csapjuk neki. Tetszik. Tetszik maga a grafika, tetszik maga... nem is a grafika, hanem a design egy kicsit úgy jobban el van találva talán. Forgalom be van állítva, eddig még egy darab járművet nem láttam, hogy közlekedett volna. Biztos majd fog. Remélem egyébként jó fele megyek. 9-esre ugyanúgy megnövekszik a térkép. Jó, jó messze van egyébként. Lehet olyan beállítani, hogy hova rakja vissza a járműveket, nem tudom. És egyelőre... igen, és buta hülyeséget csinálok, mert tényleg hülyeséget csinálok. Szóval elnézést kérek ezért. Visszamegyek. Vissza kell mennem. Mert akkor már, ugye, hogyha már nem lehet ugratni, akkor már mindent egyszer el kellene hoznunk, mert nagyon rá fogunk cseszni ezzel. Tényleg mindent, amit tudunk venni, az... Szóval, hogy mozog az ülés? Nagyon jó. Tetszik. Érdekes. Érdekes maga a megvalósítás, de tetszik. Ez a hatalmas fülke, ez borzalmasan jól néz ki. Lehetne állítani, hogy hova, meddig akarsz esetleg. Itt nagyon jó. Ez milyen kicsi kormányszöge van ennek a traktornak? Alig lehet kitekerni a kormányt. Nézzétek! Ez így max kitekert kormánnyal. Hát, ja. Jó, egyébként szép ez a Fiat, nagyon jól néz ki. Szép a gumimintázat, minden tökéletes rajt. Oké. Okay. Akkor nézzük, mi kellene még. Ugye mindenképp kellene egy pótkocsi nekünk.
Az kell. És akkor már... A Wall Street porkocsi, nagyon örülök neki. Nézzük, milyen pótok vannak. Mekkora baszott nagy izé van. 80 ezerért, hány literes? 60 ezer literes. 59 ezer literes. Nagyon jók, nagyon jó. Vannak ilyen amerikai jellegű pótok is, nagyon tetszenek. Na, viszont nekünk most egy kicsi pót elég lenne. Ez hány literes? 10 ezer literes, ez hány literes, ez 21 ezer literes. Hát, ez meg 14 ezer literes. Hát, szerintem legyen ez. Egyelőre jó lesz nekünk ez. Mit lehet? Ó, lehet kerék márkát. Mi az? Izzi? Nem hiszem el. Michelin gumikat is lehet rárakni, és ez nekünk pluszba kerül. Hát igazából teljesen mindegy milyen szerintem. Kerékbeállítás, széles gumik. Ja, hogy? Hát nem kell nekem széles gumi. Jó, egy ilyet vásárolunk. Ja. Megveszek mindent, és akkor egyszer el tudjuk hordani. Mindenképpen kellene nekünk... Mindenképpen kellene nekünk... Nehéz borona, oda nézzetek gyerekek. Nagyon szuper jó cuccok vannak itt, úgy látom. Talajlazítok. Teljesen külön dolgok vannak itt, úgy látom. Ez hány? Mekkora 100 lóerős, 120 lóerős traktor? Előkészült a következő vetésre. Ja, igen, most már itt vannak a ízé, talajlazítóknál vannak az olyan ültetők. Nem semmi. Vannak itt szép nagy gépek. Jó, hát egyelőre vegyünk egy talajlazítót, mondjuk ezt, ez 3 méter, mind a kettő 3 méteres, és mi, akkor meg miért? Miért 16 ezer? Miért 16 ezer, és miért 7 liter, vagy 7 ezer, hogyha? Ha mindegy, akkor veszünk egy ilyen 7 ezereset, jó? Kicsit spórolunk. Na, megnézzük meg ezt. Se lehet változtatni semmit. 15 km per órával, ez is 15 km per órával is. Na jó, van, akkor ez mehet szerintem. Először is akkor bevásárlás project megy, ugye. Kellene egy vetőgép. Az most így van, hogy ültetők? Vagy pedig külön van olyan, hogy ültetők meg vetők? Nem, úgy látom, hogy most már így. Így szerepel. Optima. Ezt az optimát szerintem meg fogom menni, elég sok mindent tud, de nem eleget. Kellene nekem egy... Ja, lehet. Ha, külön vannak most a vetők és az ültetők, nézzük már meg. Hát. Azt a rohadt életbe, gyerekek, mennyi kacad van most. Minden szanaszéd van, úgy látom. Nézzük, nézzük inkább végig az ikonokat, és veszünk olyat, amit akarunk. Jó? Ja, aratószerkezetek és kukoricavágók most már külön van. Ugye egybe volt régen az aratószerkezetek, alatt volt a kukoricavágók. Menjünk végig szerintem, aztán nézzük meg, hogy mi kell. Cukorraipar, ekék, hát az eke is valószínűleg kell, hogyha beállítottuk, ugye. Úgyhogy ekét is veszünk. De utálom ezt az ekét. Jó, ekét egyelőre nem, nehéz ültető, nem, trágyaszórók, kaszálógép. A trágyaszórókat akarom megnézni. Ez, Jó, akkor ezek gyakorlatilag ugye azok a szerves trágyaszórók, jó. Kaszálógép nem kell, rakodókocsi nem kell, erdészeti felszerelés nem kell, simítók. Itt megyek végig egyébként most fönt. Jó, és akkor megyünk az elejére és megnézzük mindent. Áttöltő kocsik, nézzük meg ezeket, milyenek vannak. Azt a vegyár, gyerekek. 70 ezer literes átrakó kocsi, azt már gyerek. Takarmánygyűjtő vágóasztal. Nagyon-nagyon szedtek itt minden. Cukornát technológia. Talajlazítók. Hát ez is érdekes. Most miért? Kettő darab külön talajlazító dolog van. Eke helyett is használhatod. Ja, akkor ezek gyakorlatilag ilyen mély. Mély lazítók, vagy minek nem tudjuk őket? Eke helyett is használhatod.
Ez jó. Érdekes. Pedig talaj... Érdekes. Növényvédelem. Permetezők, iszoptartályok, szédeforgatók. Bálázó technológia, egyenlően nem kell. Tényleg azt akarom megvenni, ami tényleg nagyon kell. Egyéb. Az egyébben mik vannak? Jó. Arató szerkezetek. Hát arató szerkezet az mindenképp kellene. Mindjárt megnézzük, milyen kombányt veszünk. Burgonya nem kell, gyapot nem kell, talán nem kell. Vetőgépek, na itt vannak külön a vetőgépek, jól van. Oké. Ez hány méter? 3 méteres? Ez is 3 méteres. Ez egybe izél is. Hát ez egybe közvetlenül a földbe is ültetett. Én nem akarom teljesen a kezdést. Teljesen ismerjük meg mindent az elejét. Jó, úgyhogy ezt megvesszük, igen. Oké. Műtrágya technológia olyan érdekel, ami ezt a sót, aha, ezt tudja. Ezt tudja ezt a sót teríteni. Vagy nem sót, hanem meszet. Ez lesz a mész, ugye. 39 ezerbe kerül, nincs olyan más lehetőség. Gyomlálók, rendforgatók. Láncfűrészek. Állatszállítás. Állatszállítás, még olyanunk is van, úristen. Súlyok. Súlyokat. Kéne valami súlyt vennünk. Külön van ez a John Deere-hez súly, ez tök jó. Jó. Ja, meg akkor izét kellene, ugye kombányokat kellene. Azt nem tudom, láttátok ti? Ja, ezek csak az eszközök voltak, persze, hülye vagy. Teherautók, nézzük meg milyen teherautók vannak. Hát ebben nem nagy változatosság van. Ugyanaz szinte. Burgonyatok, gyapotok, növényvédelem. Autók. Nézzük meg milyen autók vannak. Ó, van egy ilyen izeg. Ilyen dögünk. Ó. Ez tök jó. Betakarítógépek. Van egy ilyen. 84 ezer. Hát, srácok, szerintem... Méne a kezdésről, kezdetektől induljunk, oké? Okay? Igen, megvásároljuk. Oké. Okay. És akkor ez egy arató szerkezetet mindjárt fogunk venni. Kaszálógépek, egyéb. Targonca, jó. Jó ország. Jól van, srácok, szerintem így kapásból talán mondhatni, hogy jók vagyunk. Ezt nem tudom, hogy lehetne megoldani. Hogy a visszaugratás az ne így működjön. Nem tudom, hogy nem kell hozzá valamit venni. Nézzük meg, megnézem a izéket, megnézem ezeket a lerakható dolgokat. Jövök zsákok, ugye raklapok, bálak, na ez érdekel engem. Fészerek. És így ilyet veszek, attól még szerintem nem fognak oda kerülni a traktorjaim. Miért nem kerülnek oda a farmházhoz? Mindig úgy oda kell közlekedni velük, az annyira nem vagyok oda érte. Egyéb. Javító műhely. Semmi olyan. Adjunk valami fészert? Minek? Igazából. Nézzük meg. Veszek egy fészert azért. Jó? Miért ne? Mondjuk úgy, hogy legyen. Legyen fészerünk. Egyefene. Szerintem talajt kellene igazítanom. Ahhoz, hogy ez normálisan lerakható projekt legyen. Hát ez jó lesz itt gyerekeknek, nem? Ott ez tökéletes, jó. Ez, van fészerünk is. És megpróbálom visszaugratni bármilyen dolgomat, terméket, vagy eszközömet, de nem fogja visszaugratni, ez biztos. Nem, hát sajnos nem fogja ezeket. Úgy látom, hogy ez így működik. Hogy nem? Hogy nem fogja visszaugratni.
Úgyhogy akkor ezekkel el kell kecselnem majd szépen. Ja, kell mindenképp egy üze is. Ezekkel el kell szépen kecselnem. Ez az elhasználódás mértéke a csavarkulcsnál nem tudom, hogy pontosan hogy működik, tehát elképzelhető, hogy csak akkor, hogyha használom, tehát most én ütődés ilyesmiktől lehet, hogy nem fog. Ha. Milyen szépen vette fel végre, nem úgy ugrik rá, ugye? Az eszköz a gépre, hanem így gyakorlatilag oldalról így felhúzta magára, úgyhogy ez tetszett, ez jó volt. Jó, és akkor mehetünk is. De akkor kénytelenek vagyunk mindent elcűhölni a boltig, vagyis addig, ameddig, ahol lakunk. Ezzel nem vagyok kibékülve, viszont ez a... hát, ja. Ez a talajlazító remélem, hogy jó méretű lesz. Meg kell néznünk, hogy a földünkön milyen dolgok vannak, milyen cuccok. És akkor azzal... ahhoz, ugye... hát... igen, egy kicsit húzza. Lehet, hogy kellene egy nagyobb traktort is vennem, ha már van. 200, gyerek, 210 ezeren maradt. Nem vagyunk ellátva nagyobb pénzzel. Én azt hittem, hogy ebből az 1,2 millióból egy nagyon sok pénzem fog lenni. Vagyis nagyon sok eszközöm fog lenni abból a pénzből, de úgy látom, hogy nem. Tetszik. Nem lehet zoomolni esetleg? Nincs olyan, hogy zoom? Az még tetszene, hogy tudom, hogy... mondjuk nem tudom, hogy zoomolnál így a valóságban, nem? Hunyorítasz? Speed limit 35. Hát valószínű, hogy nem fog ez összejönni nekem. 25 a vége ennek a gépnek. Jó, igen, egy nagyobb traktort kellene vennem. És akkor azzal ugye húzhatnám is a következő eszközöket. Az a baj, hogy ahogy látom, erre még egy súlyt sem tudok, egy orcsúlyt rakni, úgyhogy nagyon hülyén viselkedik ezzel a... de milyen jól lapul a gumi? Ez tetszik. Igen, nagyon hülyén viselkedik ezzel a... talajlazítóval. Én nagyon emeli az elejét. Iszonyatosan orrkönnyű lett, de nem tudok vele mit kezdeni, mert... ugye ez... ez ilyen. Oké. Ugye oda is érünk ugye a területünkre. Elvileg, ha, nem is tudom, itt kell talán elmennem. Erre is, itt is elmehetek, ugye? Ez szép. Szép maga a grafika. Engem a növényzet annyira nem győzött meg. Mert kicsit olyan furcsa, főleg a távolabb lévő fák. A közel lévő fák azok úgy egész jól néznek ki. A távolabb lévő fák meg olyanok, mint hogyha egy ilyen paca lenne. Egy ilyen akvarellen körülbelül. Egy ilyen vízfestékkel rajzolt paca. Nem is tudom, hol tudom prezentálni nektek, majd mindjárt megmutatom. Ezt már láttam más videósnál is, hogy a távolabbi fák azok borzalmasan jól rosszak, csúnyán néznek ki. Főleg ezek a lombos fák. Hát lehet, nem erre kellett volna jönni. És egyébként letapotás módon van beragva, úgyhogy vigyáznom kell. Ajaj, van napraforgóm is. Ja, egy nagyobb traktort. Szerintem a maradék pénzből ugye mindenképp kellene vennünk egy műtrágya szórót. Meg egy nagyobb... nem hiszem el, hogy még van, egy gyapotom is van. Nem örülök a gyapotnak. Majd fogunk természetesen talajt rendezni, és írhatjátok a tippeket, hogy én is tanítanak benneteket, ti is tanítottok engem, hogy ez így fog működni, hát ezt jól levágtam. Ledobtam. Jó. Még az íze is látszott ugye a hűtőventilátorra, hogy leállt. Jó, oké, akkor... amit még kell vennem, azt vegyük meg. Van egy-két dolog. Műtrágya technológia. Ugye ez a meszezés szükséges mindenhez, szóval azt nem fogom tudni kikerülni. Úgyhogy egy ilyen 39 ezerbe kerül ez a cucc, ez őrület. Bővítmény kicsi. Nagy. Ja, és ez kapacitás nevelés, ugye? Hol van a kapacitás? 14 ezer, 9 ezer, igen, ezt lehet, hogy ezt megér. Hát ezt érdemes meg, 750-be kerül pluszba, de szerintem ezt érdemes meglépni. Kerékbeállítás, keskeny gumik. Nap értelmezett. Hát, a keskeny gumik lehet, hogy... nem. Terítőkorong az nekem bőven jó lesz. Jó, hát akkor ezt megveszük, ez mennyibe kerül? Jó, drága, 39 ezer, ez van. Vásárlás. És maradékért úgy gondoltam, hogy...
Vegyünk traktort, valami nagyobbat, hát mondhatni, hogy nagyobbat. Közepes traktor. Mi lenne az? Olyan kellene, ami homlokrakodót is tud. Ez egy 6M John Deere. Hát ez is csak 142 lovacska. Viszont ez már egy kicsit modernebbnek mondható. Nézzük meg milyen... ez a 228. Igen, hát valószínű az a kis John Deere lesz. Nézzük. 180 ló. És olcsóbbba kerül. Stara nevezetű dolog. Mindenki homlokrakodós kellene. Hát ez a John Deere az árérték arányban nem a legjobb nekem itt. Kisszel jobban lennék, de hát miért ne vegyünk John Deere-t, ha már egyszer berakták a játékba, nem igaz? Konfigurálás. Nézzük, hát ez még nem ennyiből fog kijönni sajnos. Ó. Oh. Tök rá súlyt rakni. Ez nagyon jó, hogy akkor nem kell súlyt akaszgatnom rá, hanem a gyári súlyait megkapja. Ez jó. De viszont várjál. Nem vagyok kibékülve. Azt a betyár, gyerekek. Nem vagyok kibékülve. Széles gumik, keréksúlyok. Na ez így, szerintem ez így frankó lenne. Viszont nem vagyok boldog. Viszont 164 lóerőig föl lehetett küldeni a kicsikét. Azzal nem vagyok boldog, hogy az elejére ennek se lehet eszközt rakni. Úgyhogy akkor mindenképpen súly... Nem hiszem, hogy tényleg lesz súlyért, figyeljétek. És rendesen megül egy kicsit tőle. Hát ez nagyon jó. Látjátok? Jó, legyen az elején a kerék súly. Oké, hát ez ennyibe kerül. 135 ezer, nem olcsó. De úgy érzem, hogy ezzel tudok azért majd boldogulni. Oké. Meg akkor, amiket kellene vennem, ugye... nagy zsákok. Ez biztos, hogy búza. Ja, ez izékhez. Kell mag. És ezt is úgy kell elhordanom feltétlenül. Hát ez nem egyszerű az élet, gyerekek. Vegyünk pár magot. És akkor messze tartalmazó nagyzsák. Erre gondoltam még, ami kellene. És néhányat kellene verni. Ja. Na, ezzel a kis Johnny-val szerintem el leszek. Ó, azt a rohadt életbe vegyük, mekkora lett az a messze. Ú, de furcsa a kormányzása. Más a kormányzás, mint Farming Simulator 17-ben, ugye. Nagyon ellenáll vissza egyenesbe. Ó, érdekes. A messzes tartály, hol vannak a messzes... Ott vannak. Megtöltjük őket, jó? Kacok. Nem tudom, hogy tölteni, ugye? És még hangja van akkor is, amikor megtöltöd. Tök jó. Ezt tele kellene vezényelni, és akkor egy darabig nem lesz gond a mészre. Jó, igen. Rendben van, srácok, hát ez így lesz. De jó néz ki. Tetszik egyébként az a Johnny. Ugye megnézzük a belsejét is. Ha biztos gondoljátok, hogy ah, de jó lehet megnézni a belsejét. Nem is néztem a végsebessége mennyi a kicsikének. Jó, még egy négy darab veszes ezért veszünk, és akkor itt meg is tellik. Sőt, három elég talán. Ah, mindig ment. Van egy ilyen funkció, úgy látom beállítva. Jó, nagy zsákok. És akkor messze tartalmazó.
Ebből egyébként tök jó lenne, hogy be tudnád állítani, hogy én ennyit akarok venni. És akkor nem az van, hogy mindig kattogatsz. A töltés egy kicsit lehetne gyorsabb. Úrra össze-vissza tudja rakni. Nem jön, hogy ez sokáig elég lesz. Na azért lett volna jó, hogyha az elejére tudok valamit akasztani, mert igazából, hogyha nem is tudom használni, de legalább el tudtam volna vinni valamit ugye az elején, mondjuk a betőt. Fúdon lesz, remélem, hogy egy darabig elég lesz ez, mert viszonylag drágának mondható. Jó. Jó, srácok, oké. Lecsukok, megnézzük a belsejét ennek. Ó, azt a rohadt életbe, gyerekek. És a különben az árnyékok még a... Oh, jaj, Sanyi. Az igen. Az igen. Az igen, sikerült. Hát erre nem számítottam. Na figyeljetek, valószínű, hogy nem törnek a dolgok, ugye? Ugye nagyon furcsa az irányítás, olyan lassan fordul át egyik oldalról a másikra. Kicsit ilyen spin tires-es, hogy várni kell vele. Na bazzal, most ezt hogy fogom itt felkötni? Na mindegy, azt hagyjuk egyelőre. Elhúzom ezt a pótkocsit. Pótkocsit. Rendben. Na, menjünk egyet, elmegyünk ugye a farmra, hoppá, ez mennyivel tud menni? Ez 43-mal, na ez most már azért barátibb, ez elhúzkodom a dolgokat. Na, teljesen jól megy. Na, tetszik, milyen belső van gyerekek, van egy izé is, pótülésünk is ott. És ennek a az ülés pozíciója is kicsit értelmesebben van meg, sem van a tetőablakok is tök jó. Jósan leliberünk, hát ezzel már lehet veretni, nagyon jó. Igen, az egérérzékenységem kell állítanom, mert azzal nem vagyok kibékülve. Van egy-két dolog, amit azért meg kell még csinálgatnom. Speed limit 35 mérföld, na. Most végre meg sikerült ezt. Le sikerült vernem. Hát nem egy olyan sok mindenre lett elég a pénz, ami ugye rendelkezésünkre. Hát van két traktorunk, ezt azért is csináltam, hogy gépi munkással is tudjak dolgoztatni, ha úgy van. Az unalmasabb dolgokat. És másfele megyünk, megnézzük, hogy ott könnyebben elérem-e azt a helyet. Még ilyen, ez micsoda? Ja, még fokot és koordinátákat is ír a térképen, aminek sok értelme is talán multiplayerbe egyszerű belmagyarázni a dolgokat. Ugye nem a 86-os meg a 22-es terület környékén kellene találkoznunk, hanem akkor megmondod, hogy ezen koordinátán. Bár lehet, hogy amit először mondtam, az jobb. Jó. Oké. Gyerekek, úgy ülünk abban a traktorban, meg vagyunk feszülve teljesen. Rendítsek. Oké. Természetesen bejárok a én kis gépcínembe. Na jó van, srácok, első körbe ennyi. Észrevételetek van, írjatok. És akkor érkezek a következő része. Sziasztok!